Vörös Marti Társaság dísztermében ismerhették meg az olvasók, a középiskolás és egyetemista diákírókat összefogó ifjúsági csoport a Vörös Marti Kuckó tagjainak Tétova értelem címmel megjelent antológiáját, amelyben 19 fiatal verse és prózája jelent meg. A kötet bemutatón köszöntőjében Sebők Melinda, a társaság elnöke hangsúlyozta, megerősítést hordoz, hogy a felgyorsult digitális világban is mintát nyújtanak kortársaiknak. Nagyon nagy öröm a Vörös Marti Társaság számára, hogy megjelenhetett a Tétova értelem című antológia Bokros Judit szerkesztésében és válogatásában a Vörös Marti Kuckó diákjainak verseivel és prózáival. Ezeknek a szárpróbálgató szerzőknek a hangja még néha bizonytalan, mégis örülni kell a diákok vers és próza kísérleteinek, hiszen vannak benne nagyon érett egyéni alkotások is. Kifejezetten sok szép metaforát találunk, ötletes rímjátékokat és stilárisan igényes lírai és prózai kísérleteket is. A társaság alelnöke P. Maklári Éva számára fontos, hogy a fiatalok olyan utat jártak be az elmúlt 3 év alatt, amely egy komoly jövőképet hordoz. Nem mondanám, hogy nehéz volt, sőt, talán még meglepően könnyű is. Olyan diákok gyűltek össze, akik szeretik az irodalmat, olvasnak, vannak elképzeléseik, vannak terveik, céljaik, és nagyon ötletesen valósítottak meg bizonyos dolgokat. Bokros Judit, a csoport vezetője, a kötet szerkesztője is örömének adott hangot, hogy a vers és prózaíró fiatalok szánypróbálgatásai, az antológiában megjelent művek hiteles visszacsatolásai az együtt töltött időszaknak. Másfél év után merült fel az a gondolat, hogy jó lenne nyomtatásban, akár egy könyv formájában látni együtt a társaságot, tehát azt a csoportot, vagy ezt, hogy a csoportmunkának milyen eredménye van, amit mi így havonta végzünk, összejövünk, megbeszéljük az írásokat, felolvasnak a fiatalok, és szerettük volna, hogyha lesz ebből egy kiadvány. És ez idén megvalósulhatott. A többségében kiforrott alkotások az olvasók számára is különleges élményt nyújtanak, olyan fiatalok művei, akik a jövőben bizonyosan városunk irodalmának égkövei lesznek, példák és példaképek.